vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. A ló az ló. Egy nem mindennapi könyv, ami eddig itthon soha ellenmondott, le nem írt őszintességgel van a lovakról. Egy könyv, amely új fejezetet nyit a ló és lovas ember kapcsolatában. A lovak bibliája. A ló az ló. A könyvet megrendelheti az alábbi linken lovaskönyv.hu. Sportosak! Taxit szeretne rendelni? Ne tétovázzon! Hívjon engem! Igen, jó hallotta, engem! A Taxify támogatásának köszönhetően kellemes utunkat akár egy sportos beszélgetéssel is feldobhatjuk. Utazzon velem a sport és a fair play szellemében. Hívjon! 70 94 80 98 1. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Starter indult az év első futama itt a Kincsen Parkban, ez a megnyitó verseny, és rögtön meglepetéssel kezdődik, mert Zephyros elugorja magát, és ki fog esni a játékosok egyik kedvence a futamból, úgyhogy Zephyros nélkül folytatják a többiek tovább. Uzonka M kezd nagyon jól, mellé Zorro Boy fog felzárkózni. Uzonka M és Zorro Boy az első két pozícióban, Zorro Boy most előz, ott van Lingot áték kívülről, Protecta Ferm, úton álló Wasserfall és Zuhata K, a lovak további sorrendje. Zephyros pedig most már versenyen kívül, a forrónak pedig Zorro Boy, Kolozsi Lászlóval ére tudott állni, Zorro Boy diktálja a tempót, azért lassít egy kicsit ezen a bizonyos iramon. Lingot áté meg fog szép lassan most már mellé talán érkezni. Zorro Boy, Lingot áté, Uzonka M, Protecta Ferm az első négy helyezett sorrendje, a két nagy favorit kívül, a két első két kettes fogad külső tagjaként versenyez, a folytatásban jön úton álló Zuhata K, és egyre közelebb most már a fronthoz, sőt, megelőzi Wasserfallt, aki visszacsúszik a sor végére. Vezet még mindig Zorro Boy fejfej mellett Lingot AT-val, amikor az első körön most már túl van a csapat, jó 1100 méter lehet még hátra. Zorro Boy, Lingot AT, Zuhata K, ott van egyértelműen most már egy kicsit feljebb, Protecta Ferm hátán próbálnak vele zárkózni, és Wasserfall is erősen fogva tartja a lépést a többiekkel. Tulajdonképpen a versenyben lévő hét ló egy jó 10-15 méteren belül. Lingot AT-vel próbál gyorsítani Pap Kálmán, és a kijárathoz érve a favorit át is fogja most már venni Zorro Boytól a vezetést. Lingot AT tehát az élen, Zorro Boy mellé szép lassan Protecta Ferm fog felcsúszni, Uzonkem továbbra is a negyedik pozícióban. Gyorsul a tempó, és ahogy gyorsul az iram, egy kicsit esik szét a mezőny, húzódik szét a társaság, most már Zuhata K sem tud jönni, útonálló sem igazán tudja tartani a többiekkel a lépést, talán Wasserfallnak még lehet esélye, ő egészen szépen zárkózik ott a falon. Amikor az utolsó 600 méterre ér a mezőny, Lingot AT előnye nagyjából 3/4-et hoz Protecta Fermmel szemben, mögöttük a harmadik helyen ott van most már egyértelműen Zuhata K helyett Zorro Boy, illetve kívülről Uzonka M, az aki próbál még zárkózni, nem is reménytelen a helyzet, útonálló is még talán versenyben van, és Wasserfallot súrran fel a falon, szerezhet egy dobogós helyezést. Lingot AT könnyen kézből jön, előnye megint egy jó másfél hoz Protecta Fermmel szemben, Zorro Boy pedig próbálja őrizni harmadik pozíciát. Az utolsó 200 méterhez érve elindul még egyszer Protecta Ferm, Lingot AT mellé, most már fejfej mellett felér, Protecta Ferm vagy Lingot AT, Zorro Boy nagyon közeli harmadik, két ló között próbál vele kibújni Kolozsi, Lingot AT vagy Protecta Ferm vagy Lingot AT belül Protecta Ferm az utolsó métereken győz, Protecta Ferm, Lingot AT, Zorro Boy az év első futamának befutási sorrendje. Start elindult a második futam, ez a Daniela Handicap, remekül kezd a favorit, Rafael Bitt Vitáliával verekszik ott egy kicsit a start után,
de a kanyar az érve egyértelmű. Most már Rafael Bitt fölénye, Vitária mögé, San Francisco zárkózik a harmadik helyre, majd érkezik Jubilee, hát valamint Winner Boy. Usok ott van a hatodik pozícióban. Ketten kezdtek gyengén, Rolling Stones, illetve Unique Noble az, aki némileg már most kiszakad a versenyhez a sor végén. Rafael Bitt hozza a mezőnyt az első egyenesre, két hossz nagyjából az előnye az őt üldözni próbáló Vitáliával szemben. A másodfavorit San Francisco közeli harmadik, majd azért egy kisebb űr 3-4 hosszra következik a Jubilee Hat által vezetett mini üldöző boly, mely gyakorlatilag Winner Boyból, illetve Uzsok kettőséből áll, talán is jó 10 méteres hátrányban Unique Noble, és még 10-re Rolling Stones a sor végén. Diszkvalifikált ló még nincs, de hát azért egy jó 30-40 méterre most már megnyúlik a mezőny, és amikor nagyjából 1000 méter lesz majd csak hátra a futamból, még mindig vezet a top favorit, a Rafael Bitt. Rafael Bitt, Vitália, San Francisco, Jubilee Hat mellett most már ott vannak Uzsok színei, Winner Boy papkámána pedig mindig látótávolságon belül a hatodik pozícióban. Unique Noble próbál elindulni, ajtója, de hát nincs egyszerű helyzete, és hát Rolling Stones gyakorlatilag kilátástalan pozícióban, amikor a mezőny most már a túlsó oldalra ér. Rafael Bitt egy picit növelni tudta a forját Vitáliával szemben, 3-2 között talán most a különbség, bár a verseny ezen szakaszában Vitáliát megint egy kicsit feljebb tudja hajtani Ozsvár Zoltán. San Francisco és Uzsok a harmadik, negyedik pozícióban, mögöttük pedig Jubilee Hat és Winner Boy még mindig viszonylag közel. Jön az utolsó kanyar, a Rafael Bitt vezet, azért viszonylag közel hozzá most már a Vitália által vezetett boly, tehát egyáltalán nem jelentős a favorit előnye. Bent a falon mindig ott van San Francisco, és egyelőre Uzsok hiba nélkül fut, már pedig akkor akár még a győzelmét is harcba lehet, annál is inkább, mert Rafael Bitt kezd fáradni. Rafael Bittet már biztatni kell, könnyebben jön mögötte San Francisco, Vitália pedig hibázik, ezáltal el tud jönni mellette belül San Francisco. San Francisco nagyon könnyen jön. San Francisco el fog sétálni a fáradó Rafael Bitt mellett, tehát Uzsokkal kell talán majd a győzelemért küzdenie. San Francisco, Uzsok, a Rafael Bitt három jó esélyű ló, de hát a sorrend ez nem az, amire erőzetesen számítottunk, mert San Francisco Nagy Ferenc kettővel nagyon-nagyon könnyedén sétál haza a Daniela Handicapben. San Francisco a nyerő, Uzsok lesz mögötte a második, az elfáradt Rafael Bitt végül csak harmadik lesz majd, negyedik Jubilee Hat, ötödik Winner Boy. És start elindult a nap harmadik futama, Hidalgódi, szokása szerint vérnalizik ez a legjobban, és elmegy vezetni, mellé Dacia Turgo zárkozik, Topap viszont galoppozik, Topap ki fog esni a versenyből, Virnalizi, Dacia Turgo trónörökös, illetve Magic Bucks és Zabrin. A Zabrin is kitűnő startot vett a külső starthely ellenére, ott van már a közeli 5.-6. helyen, ami pedig a top favoritot illeti, Betty Evo szokása szerint nem volt igazán erős a startnál, de itt sincs azért összességben messze, az időközben ére került Dacia Turgohoz képest. Dacia Turgo, Virnalizi és trónörökös, trónörökös is hiba nélkül vette a startot, illetve az első fél kört, Pap Kálmánnal tovább gyorsítva egy körrel a vége előtt, úgy tűnik, hogy már trónörökös jár a frontban. Trónörökös, Dacia Turgo, Virnalizi, kívül érkezik Zabrina, Zabrina mögött ott van Betty Evo a favorit, bent a falon Magic Bucks, aztán White Plains, Vesuvian és Spartacus, ez a lovak sorrendje, Topapot pedig már diszkvalifikálták. Sok van még hátra, szűk 1100 méter, trónörökös Pap Kálmánnal most már 2-3 hosszas előnyre tesz szerda Csatürgóval szemben, Virnalizi és Zabrina kettőse a harmadik, negyedik helyen, majd érkezik Magic Bucks, valamint Betty Evo, a White Pains Vesuvian, 2-3 hosszal pedig a boly mögött Spartacus versenyez. Amikor a mezőny a túlsó oldalra fordul, változás továbbra sincs, trónörökös még mindig az, aki diktálja a tempót és őrzi vezető pozícióját, Dacia Turgóval szemben trónörökös, Dacia Turgo még mindig az első két helyen, Virnalizi és Zabrina a harmadik, negyedik, Betty Evót még nem indította el Kolozsi, de egyre közelebb a nagy-nagy kedvence a játékosoknak a fronthoz, mögötte Magic Bucks próbálja tartani a lépést még a favoritokkal, a vezető lovakkal, White Pains Vesuvian mögöttük a sorrend. Amikor az utolsó kanyar az ér a mezőn, trónörökösnek még mindig van egy jó két hosszas forja Dacia Turgóval szemmel kívül, most próbál majd elindulni Betty Evo, felmegy Zabrina és Virnalizi mellé. Trónörökös, Dacia Turgo, Virnalizi, Zabrina, Betty Evo, a háttérből Vesuvian is begyújtja a rakétákat, Várpénz is próbál elindulni, de trónörökös egyelőre nagyon-nagyon magabiztos, Zabrina pedig hibázik az utolsó kanyarban. Trónörökös, Dacia Turgo, Virnalizi, Magic Bucks, kívül pedig Betty Evo, amikor már csak jó 200 méter van hátra, trónörökös kell megverni annak, aki győzni akar, Betty Evo lehet majd a kihívó. Jön Betty Evo, trónörökös azonban még mindig az élen van, középen Virnalizi, kívül Vesuvian, trónörökös vagy Betty Evo, folyamatosan közelít Betty Evo, de trónörökös megnyeri a futamot, trónörökös Betty Evo, Virnalizi az első három, negyedik lesz Vesuvian, ötödik White Plains.
Start elindultak a nyeretlenek, Zsófesz rögtön hibával kezd, és ezzel tulajdonképpen abszolút esély nélkül folytatja. Remekül indul zárótűz, és egyelőre zárótűzé a fal. Mögötte jön a két favorit, Zizi Top, valamint Zadarem kettőse. Mögöttük Zara Nobla BD is, a remekül kezdett zárótűz mögül, sikerült jól elindulnia. Zongorista, Zero Spiel vannak ott a középmezőnyben, zárkózott Zsátár Csiga és Zelina Out mögöttük a sorrend, amikor a vezető zárótűz már az első egyenesre fordul. Diktálja tehát a tempót, Zsver Zoltánnal záró tűz. Két hosszal mögötte jön a két favorit fejfej mellett. Belül van Zizi Top mellette Zadarem, és egy harmadik esélyes ló, Zara Nobla BD is remekül jön el egyelőre az élbolyjal. Ugyanezt Zongoristáról is természetesen el lehet mondani. Nem volt azért különösebben gyors a tempó, egy körrel a vége előtt záró tűznek. Mindig van egy jó két hosszas előnye a favoritokkal szemben. Zizi Top a második, Zadarem a harmadik helyen, a Zara Nobla BD és Zongorista következik mögöttük a negyedik, ötödik pozícióban, majd Zsátár Csiga és zárkózott Zero Spiel, Zelina Out és a hibával kezdő Zsófesz, ők alkotják a hátsó régiót. Zárótűz előnye még a kanyarban is van legalább egy hosszas Zizi Topékkal szemben, úgyhogy egyelőre uralja ezt a verseny zárótűz. Rég láttuk futni szeptemberben, akkor nem volt igazán szerencsés az utolsó versenyében. Most egyelőre remekül mozog. Zárótűz az élen, mögötte Zizi Top, meglepetés egy kicsit, az Zadarem csúszik visszafelé, Zara Nobla BD el tudott menni mellette, és ugyanezt teszi a falon szépen zárkózó Zongorista. A háttérben pedig az a Zsófesz indul meg, aki nagyon durva hibával kezdett, tehát ennek ellenére akár még ott lehet majd a főszereplők között. Zárótűz még mindig az élen van. Zárótűz, illetve Zizi Top, Zongorista szép lassan felküzdi magát a harmadik helyen, a zavartalon a falon tud zárkózni, ráadásul Zara Nobla BD mellette galoppozik és ki fog esni a versenyből. Zizi Top támadásba lendül, a favorit a szürke Zizi Top felmegy most már zárótűz mellé, Zongorista, Zsófesz, Zadarem ott vannak a harmadik, negyedik, ötödik helyen, amikor a befutóra fordul az élmezőny, zárótűz mellett Zizi Top elsétál, és innentől kezdve Zizi Top ezt a versenyt azt hiszem, hogy meg fogja most már nyerni. Zizi Top folyamatosan távolodik a többiektől, az a kérdés, hogy kik lesznek majd mögötte a helyezettek. Zárótűz próbál védekezni, de hárman támadják. Zongorista, Zsófesz kívül, Zadarem, Zsátár Csiga sincsen messze. Zizi Top hazér könnyedén, mögötte Zadarem a végén megérkezik másodiknak. Bent a falon talán zárótűz lett majd a harmadik Zsófesszel szemben. Nagyon közeli ötödik Zongorista, hatodiknak pedig Zsátár Csiga érkezik meg. Start elindult az ötödik futam, itt a Kincsen Parkban, ez a kézműves handicap, nem kezdett kimondotta jól a két favorit, Asterix Evo és Kelvin Éti, összességben komolyabb gond nem volt senkivel, nagyon erős Jussain a startot követően, és némi meglepetése talán ő az, aki elvállalja a vezető pozíciót, a svéd barát sem kezdett rosszul, rajtuk kívül repet a színé tűnnek fel a közvetlen élmezőnyben, aztán érkezik erősen fogva Asterix Evo mellett pedig Utrio Damur színei látszanak, majd Tico Time, Kelvin Éti, illetve Otibos és Ultimate Force a lovak sorrendje. Amikor az első egyenese fordul a mezőny, Jussain továbbra is robog a frontban, nagyon-nagyon meghúzta, Nagy Ferenc kettő idomította a verseny első szakaszát, és svéd barát jön fel mögé, most már tisztán másodiknak Jussain, illetve svéd barát és a Repeta egyelőre a sorrend, Utrio Damur mögött a favorit, Asterix Evo pedig fél hosszal követi bent a falon Kelvin Éti, majd Tico Time, Otibos és Ultimate Force a lovak további sorrendje. Amikor 1100 méter van még hátra a versenyből, szép lassan azért elolvad a vezető Jussain előnye, nem csak svéd baráttal, hanem a többiekkel szemben is. Fejfej mellett jön már egyébként svéd barát a vezető lóval, és mögöttük is ott vannak, most már sorakoznak a kettes fogatok, Repeta és Utrio Damur, majd Kelvin Étiét a mellette kis előrébb látszó Asterix Evo, Otibos, Tico Time, a sor végén pedig Ultimate Force, nagyjából 20 méterre a vezető lovak mögött. Amikor a túlsó oldal a sasakán feléhez közelít a csapat, azért Jussain még a falon őrzi vezető pozíciót svéd baráttal szemben. Utrio Damur most már tisztán harmadik svéd barát mögött, bent a falon repet egy kicsit, mint hogyha kezdene fáradni. Asterix Evo továbbra is csak ott az ötödik hely környékén, egyen mögötte, de bent a falon egy kicsit zsákutcában Kelvin Éti, aki mellett Tico Time versenyez.
Jön az utolsó 500 méter. Jussai még mindig az élen lerázta magára a svéd barátot. Jön kívül Utriodemur, és Utriodemur mögött pedig Asterix Szevót is támadásba dobhatja lassacskán Kolozsi László. Igaz, hogy a harmadik, negyedik spurban kell kerülni, és hibázik Asterix Szevó, óriási meglepetése. Asterix Szevó kiesik a versenyből. Jussai még mindig a frontban, és nem úgy tűnik, hogy lesz egyáltalán ellenfele Jussainak. Nagy Ferenc kettővel 3-4-5 hosszú az előnye, folyamatosan nő a forja többieknek Jussain szemben. Jussain vezet, svéd barát Utriodemur, Kevinét is sem igazán tud elindulni. Jussain pedig nagyon-nagyon könnyen lesimázza ezt a mezőnyt. Jussain Nagy Ferenc kettővel megnyeri a kézműves handicapet. A végén azért csak elindul Kevinéti, és feljön a második helyre. Jussain, Kevinéti, svéd barát a befutási sorrend. Negyedik Utriodemur, ötödik Ultimate Force. Start elindult a napi főverseny, az évnyitó díjas. A start előtt rossz szokásához híven Rocky HR elkezd galoppozni, hát tulajdonképpen esély nélkül folytatja, mert legalább 60 méterre kiszakad Rocky HR a többiekhez képest. Samuel Beki Téti kezd a legjobban. Timokó RL társaságában egyelőre diktálja a tempót, mögéjük bemegy a falra Újrász Kolozsival, mellette a tréningtárs Tengeric helyezkedik, Underworld-el pedig Pap István nem siet. Egyelőre elfoglalja magának a közeli ötödik pozíciót, tehát Rocky HR pedig talán még versenyben, de legalább 40-50 méterre kiszakadva innen ebben a mezőnyben alig ha lehet komolyabb szerepet. Timóka erre folyamatosan próbál gyorsítani, és talán átvenni a vezetést Samuel Beki Tétitől, ez 1250-nel a vége előtt sikerül is Várhidi Róbert hidomítottjának. Úgyhogy már vezet Timóko RL, mögötte Samuel Beki Téti, bent a falon Újráz, mellette pedig Tengeric, majd Underworld, akinek nagyjából lehet egy kéthosszas hátránya a többiekkel szembe. Szűk egy kör van még hátra az évnyitódíjból, vezet Timóko RL, méghozzá nagyjából másfél hossza. Timóko RL, Samuel Beki Téti az első két helyen, majd jön Újráz és Tengeric párosa, mögöttük tovább is nagyon-nagyon közeli ötödikként Underworld helyezkedik, amikor a mezőny már a kanyar közepén, sőt a kanyar végén jár. Különösebb változás nincs a sorrend tekintetében. Timo Koerrel egyelőre maga biztosan őrizi vezetőjét, és egyébként egészen elképesztő teret tesz jóvá Rocky HR, lassacskán utoléri Underworldöt, de hát még van 800 méter, és minden bizonnyal ez rengeteg energiát elvett a favorittól. Hát ezzel együtt már ott van Underworld mögött a durva hibával kezdő favorit. Timóka Erel azonban még mindig vezet. Timóka Erel az élen, még mindig legalább két hossz az előnye Samuel Beki Tétivel szemben. Újrázza a harmadik, Tengeric a negyedik helyen, majd Underworld és a balján a megérkező Rocky HR. Ez a sorrend, jön az utolsó 4-450 méter. Timóka Erelt egyelőre nem igazán tudják még csak megközelíteni sem. Talán most Újrázt indítja el Kolozsi, Tengeric nem tud jönni, Samuel Beki Téti ott van mögöttük a harmadik helyen, és Rocky HR már ott van negyedikként Tengericet, és Underworldot is meg tudta előzni. A befutóra fordulva Timóka Erel, illetve mellette Újrász. Újrász nagyon erősnek tűnik, Újrász felmegy Timóka Erel mellé, Újrász, Timóka Erel, Samuel Beki Téti, Rocky HR. Ez a sorrend, az utolsó 100 méteren belül pedig Újrász ellép az üldözőktől, és Kolozsi Lászlóval Újrász nyeri meg az évnyitódíjat. Óriási versenyt fut Rocky HR a világ végéről, másodiknak feljön Újrász, Rocky HR, Timóka Erel az első három. Egyedik Samuel Beki Téti, ötödik Underworld, hatodik Tengeric. Start elindult a januári handicap, az utolsó kincsenparki utama nyitónapon. Saint Jeremes a favorit, remekül kezd és elmegy vezetni. Rozamondi meg megint hibázik, harmadik galopját szedi össze. Gyors egymás után, most azonban senkitől sem zavartatva ugorja el magát. Saint Jeremes mellett ott van a másik kedvenc utódló, bent a falon Prometheus, botlik egyet Prometheus, és ennek a botlásnak az eredménye az, hogy elkezd galoppozni, úgyhogy Rozamondi mellett Prometheus is kiszáll a versenyből. Saint Jeremes utódló, ott maradnak tehát a front. Mögöttük jön Undercover és Száguy párosa, Bimbo de Senu és Ügyeske, ők maradnak gyakorlatilag versenyben. Két lóval diszkvalifikáltak, Nacho Nico nem is futott, úgyhogy hat ló fejezi majd, vagy fejezheti majd be ezt a versenyt. Egy kör van még hátra, éle még mindig nagyjából 3-4 hosszas előnnyel Szentzsör MS, mellette azonban ott van utódló, Szentzsör MS utódló, bent a falon ott van Száguy mellett pedig Undercover, majd Bimbo de Senu és Ügyeskével várásra hajt egyelőre Nyilasi Bálint ebben a mezőnyben, szép lassan azonban még így is fel fog ügetni oda Bimbo de Senu mellé, és ezzel kiegészíti a harmadik kettes fogatot. A starttól kezdve diktálja a tempót, is őrzi vezetőhelyét a favorit Szentzsör MS Angyal Andorral,
most azonban már fej-fej mellett ott van, mellette utódló, a harmadik hely tisztán egyelőre Szágúgyi, Szágúgy mellől egy kicsit visszaesni látszik Undercover, Undercover mögött Bimbo de Senő, és kívülről az első támadás az Ügyeské, csak úgy mint december 31-én elindítja Nyilasi Bálint a harmadik spurban a túlsó oldal Ügyeskét, jön feljebb a kanca, ott van most már a harmadik, negyedik hely környékén. Bent a falon azonban még mindig Szénzső Remesi a vezető pozíció. Szénzső Remes utódló, Ügyeske, Szágúgy, Undercover, Bimbo de Senő, nagyon közel egymáshoz, mind a hatan, amikor az utolsó 400 métert kezdi a mezőn. Szénzső Remes előnye nagyjából 3/4 osz mögötte bent a falon, Szágúgy könnyen jön, Bimbo de Senő próbál kijönni, Szágúgy mögül lassacskán sikerülni fog neki, utódló viszont mint hogy kezden egy kicsit fáradni, kívül Ügyeske is támadásban. Szénzső Remes az élen mellette, Ügyeske, Szénzső Remes, Ügyeske utódló, Szágúgy az első három pozícióban, Ügyeske ellenfele lett a favorit Szénzső Remesnek, Bimbo de Senő elindul a háttérből, Szénzső Remes vagy Ügyeske utódló is viszonylag közel van, Szénzső Remes vezet, és Szénzső Remes esélyeshez méltó módon megnyeri a januári handicapet Angyal Andorral. Szénzső Remes a nyerő, mögötte Ügyeske lesz majd a második, harmadik utódló, negyedik végű Bimbo de Senő, majd jön Szágúgy és Undercover. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.